Köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek, és bízom benne, hogy még érkeznek ide a vendégek a mai rendezvényünkre, és külön megköszönném a Tóth Szent Márton vegyes kórusának, a Kulturális Egyesület vegyes kórusának a bemutató nótát, ami a település mutatta be, Korongtól Cerináig, tehát azt lehet mondani, hogy nyugattól keletig. Új földrajzi térség egyik településén vagyunk, Uraföldre egyik településén, Tóth Szent Márton. Znači, na jednom naselju smo u novoj regiji koja se zove Zemlja Mure i to je sumatno naselje. Smuraföldre elnevezést azért hoztam ide, mert tegnap egy másik településen voltam, ahol néhány családi gazda összeállt, és egy teljesen új technológiával ezek a gazdák annyi áfonyát termesztenek, amely Magyarország össz fogyasztását onnét, Nagykanizsa mellől, Nagyrécséről biztosítja. És zbog toga spomenuo ovaj naziv Zemlja Mure, jer o jednom novom projektu tu pored Nagykanizse su gazde skupili, napravili jednu udrugu i proizvode borovnicu i to u takvi količini da ovaj za cijelu Mađarsku je dovoljna ova borovnica koju mogu oni proizvoditi. Amikor megkaptam a meghívót polgármester úrtól, úgy éreztem, hogy hát ez csak egy-két hónap telt el az előző falunap óta, és akkor döbbentem rá, hogy milyen gyorsan megy az idő, és újra itt van a falunap és nyitott pincé kapja. I dok sem dobil pozivnicu od načelnika, mislim sem da je samo 2-3 mjeseca prošlo, ali nažalost već je godinu dana prošlo, vrijeme leti, i evo opet smo tu na ovoj priredbi. Mindig örömmel jövök erre rendezvényre, mert nem csak a magyarországi települések vendégei vannak itt, hanem a horvát oldali települések és a megye képviselői is minden alkalommal itt vannak ezen a jeles napon. Svake godine s radostom dojdem na ovo priredbo, jer tu se moramo sresti sa prijateljima ne samo iz mađarske strane, nego i srpske strane, kao iz županije Međimurske, a iz Kraljevca. Jó érzés látni, hogy horvátok, magyarok együtt töltik az időt, beszélgetnek és jól érzik magukat egymással. Dobro je videti to, da Hrvati i Mađari skupa sjede kod jednog stola, družiju se, razgovaraju, a to je jako dobra stvar.